A mai videóban naplóregényekről lesz szó, és szerencsére olyan sok jó könyvet találtam ebben a műfajban, hogy úgy döntöttem, ismét két részletben fogom felvenni, illetve feltölteni. De mielőtt még erre rátérnék, szeretnék köszönetet mondani nektek, hogy itt vagytok, és feliratkoztatok a csatornámra. Nekem ez óriási dolog, hogy elértük az 1000 főt, én ezt soha nem is hittem volna, hiszen nem reklámoztam magamat, és hát valószínűleg az algoritmus alapján találtatok rám, vagy szájról szájra terjedt a hírem. Minden esetre nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok, és hétről hétre követtek engem. És hát annak idején, amikor még csak ilyen 100-200 feliratkozón volt, akkor megfogadtam, hogyha elérem az 1000-et, akkor lilára fogom színezni a hajamat. Ami megtörtént, ugye a lila a kedvenc színem, és hát a szőkét azt valamilyen szinten befogta, de a barnát azt nem sikerült. Minden esetre egyébként nem megy át így a videón, de szerintem nagyon kis szolid lett, nem lett extrém, és nagyon szép ez a levendula lilát vásároltam. Úgyhogy beváltottam magamnak ezt az ígéretemet, de a 2000-re nem fogok most kitalálni semmit sem, vagy még alszok rá néhányat, mielőtt még ilyet megfogadok. Most pedig akkor kezdjük Susanna Clarke Piranézi című könyv értékelőmmel, és akkor utána pedig rátérek a többi naplóregényre, hiszen Susanna Clarke regénye is egy naplóregény. Hazánkban 2020-ban az AGV kiadó gondozásában jelent meg ez a regény, és minden bizonnyal engem hosszú-hosszú éveken keresztül elkerült volna, ha nem kapja meg 2021-ben a legjobb női szépirodalomnak járó díjat. Mint tudjátok, én nem rajongok a fantasy műfajért, engem nem nagyon lehet rávenni arra, hogy fantasyt olvassak, csak nagyon-nagyon ritkán. De ugye itt most arról van szó, hogy ez egy komoly, szép irodalmi mű, amellett, hogy egy rendkívül különleges, rejtélyes, érdekes és szórakoztató történetet kapunk. Úgyhogy összességében azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy elolvastam ezt a regényt. Egyébként figyeltem anno a külföldi videósokat, akik egy igazi szeretett cunamit árasztottak Susanna Clarke felé, de az ő videóikból nem nagyon derült ki számomra az, hogy miről is szól ez a történet, és talán így a legjobb belevágni, ezért sem szeretnék én sem túl sok mindent elárulni erről a könyvről. Annyit azért elmondhatok, hogy azért lett különleges kapcsolatom ezzel a regénnyel, mert egy nagyon jó párhuzamot véltem felfedezni Piranézi élet és az enyém között, az pedig az, hogy én is egyedül élek. És ezáltal, hogy egyedül van az ember, nem magányosan, mert én nagyon szeretem a szociális kapcsolatokat, olyan emberekkel időt tölteni, akivel kölcsönösen töltjük egymás aksiát, az számomra nagyon-nagyon fontos. De amikor egyedül vagyok, akkor én sokat vagyok a saját fejemben, és én is, csak úgy, mint Piranézi, szeretem néha leírni a gondolataimat, a meglátásaimat, és nem naplószerűen, meg nem minden nap, de néha-néha azért én is erre vetemedek, és ez rendkívüli módon tetszett ebben a könyvben, hogy Piranézi is hasonlóan éldegél abban a bizonyos hatalmas házban. Susanna Clarke egy interjúban elmondta, hogy sokszor érezte azt, hogy ez a regény soha nem fog megszületni, és soha nem fogja tudni befejezni. Még 2004-ben jelent meg a Holló király című epikus fantasy és gótikus regénye, amely hatalmas nagy sikert aratott, és mindössze fél évvel annak a megjelenése után ő rosszul lett és elájult egy vacsorán. Ekkor ő 44 éves volt, és természetesen tele volt energiával, és szeretett volna újra és újra alkotni, de hát krónikus fáradtságot diagnosztizáltak nála, ami gyakorlatilag beletaszította őt egy depressziós életmódba, és ezáltal nem tudott írni. Ő maga azt mondta, hogy a Holló királyban 19. századi betegségről írt,
és most őt is egy ilyesfajta 19. századi betegség kínozza, és nagyon nagy fáradtság volt neki leülni és írni, és körülbelül úgy 2015 tájéken, amikor a Holló királyból minisorozat készült, akkor érezte magában újra az erőt, hogy most újra írjon, és ekkor vágott bele a Piranézibe. Tudom, még mindig nem sokat árultam el a történetről, de most beszéljünk egy kicsit még a könyvnek az ihletőjéről, Giovanni Battista Piranéziről, aki egy itáliai rajzművész volt. Piranézi munkájának jelentősége és napjainkig tartó ismertsége mindenek előtt az 1745 és 1750 közt készített Carceri, azaz Börtönök című 16 kartonból álló sorozatának köszönhető. A nyomatokon ábrázolt Basti rémei felelevenednek és ismét megjelennek még a 20. században is, hatást gyakorolva a kor film architektúráiban. És hát erre a könyvre is hatással volt, hiszen egy hatalmas nagy házat képzeljünk el, ami gyakorlatilag Piranézinek a börtöne. A színpadkép szerűen kidolgozott építészeti fantázikai képeinek hatása a bennük jelenlevő illúzionista, illetve artisztikus hatások stílus korszakokat átugorva még a romantikában is érezhetők. Talán itt-ott a szecesszióban is. Az 1745-1750 közt készített Carceri című sorozatának sikere, a sorozat szociális témafelvetése, remek ábrázolás technikája és az ebben jelentkező rajzi újításainak együttesen is köszönhető. És aki még inspirálta Susanne Clarke-ot, az Jorge Luis Borges, akit én rendkívüli módon szeretek, és tényleg sokszor eszembe jutott a regény, amikor olvastam az ő írásai, és még C.S. Lewis is inspirálta az írónőt. Bevallom őszintén, hogy engem az elején nagyon nehezen engedett be ebbe a bizonyos hatalmas nagy házba Piranézi. Kicsit elveszettnek éreztem magamat a hatalmas nagy csarnokok között, ahol az alsó szinten morajlik a tenger, és megfigyelhető az árapály jelenség is, a tetőtéren pedig albatroszok fészkelnek. És közben pedig kapunk egy hatalmas nagy labirintust, tele különféle, különleges szobrokkal, és nem igazán tudtam felvenni a fonalat. Aztán egyszer csak elkapott ennek a könyvnek az atmoszférája, és onnantól nem engedett. Onnantól élveztem minden egyes sorát, egyfajta meditatív állapotba kerültem, amikor olvastam, mert annyira jól írt, és annyira különleges ez a stílus. Ha csak ezt az egy mondatot felolvasom nektek, a napló bejegyzés mindig így kezdődik. A bejegyzés kelt az 5. hónap 30. napján, az évben, mikor az albatrosz a délnyugati csarnokokba jött. Hát nem gyönyörű mondat, és akkor tele van ilyen gyönyörű szép lírai, költői, igazi szép irodalmi sorokkal, ami engem nagyon-nagyon megfogott. És közben pedig tényleg kialakul egy ilyen mozaikszerű történet, tele darabkákkal, amiket próbálunk összerakni, ahogy olvassuk a könyvet, és egyre izgalmasabb, de közben a rejtély az végig ott motoszkál, és csak az utolsó oldalakon áll össze, ha nem is egyértelműen, mert nem egyértelműen a történet, de azért kapunk egy befejezést, amivel némileg összerakhatjuk ezt a történetet. Ott volt például a másik, aki engem nagyon-nagyon érdekelt, hogy ki ez az ember, akivel heti kétszer találkozik Piranézi. Ugye ő róla is egyre többet és többet tudunk meg, és tényleg egy igazi labirintusban találtam magamat, ahol nagyon jó volt bolyongani. Az írónő a saját betegségét is szerette volna beleírni ebbe a könyvbe, természetesen nagyon szimbolikusan. Ezt ő maga nyilatkozta, hogy a depresszió miatt ő gyakorlatilag házhoz volt kötve, és nem nagyon mozdult ki a kis saját világából. De mindig arra lett figyelmes, hogy ő nagyon szeret otthon lenni, és nagyon szeret ebben a világban mozogni,
és mindig felfedez újabb és újabb szépségeket a saját házában, a saját kis világában, és így is hozzájuthat bizonyos tudásokhoz, nem kell ahhoz kimenni a nagyvilágba. Szóval ezt szerette volna bemutatni, hogy a depresszió, illetve a külvilágtól való elzárkozás sem jelenti azt, hogy az ember el kell, hogy vágja magát mindentől. Ez a könyv nem szolgál kidolgozott karakterekkel, nincsen komoly háttértörténete, ezáltal az érzelmi hatás is nélkülözve van, de aki szereti az ilyen rejtélyesebb, vagy különlegesebb világokat, annak biztosan nagyon fog tetszeni ez a könyv. Én szerettem olvasni minden egyes sorát, sőt, néha úgy éreztem, hogy még bárcsak ne érne véget, mert annyira szeretek ebben a világban lenni. Tényleg, én azt gondolom, hogy ez a könyv megérdemelte azt a 2021-es irodalmi díjat. A Hamnetet ennél ugye gyengébbnek tartottam, ugye az is ugyanezt a díjat nyerte meg 2020-ban, de én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem egy kézzelfogható regényt kapunk, azért adhat elmérkedésre okot, és számomra ez bőven elég ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez a regény egy kiváló írás. És akkor most térjünk át a többi napló regényre. Ezek, amiket kiválasztottam, nagyrészt fikciós regények, nem pedig valós személy által fentmaradt naplók. Hogy miért is szeretem ezt a műfajt? Hát azért, mert tudjuk jól, hogy a naplóírás az egy nagyon személyes dolog, és általában titkokat írunk le ezekre a rapokra. Olyan dolgokat, amiket mással talán nem tudnánk megosztani, de mindenképpen szeretnénk kiírni magunkból. És ezzel szerintem az írók remekül tudnak játszani, egy nagyon bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani az olvasóval. Szóval igyekeztem mindenféle fajta napló regényt kiválasztani. Kezdjük is akkor. Mártonfi András, én Sándor Erik. Azért választottam ki elsőnek ezt a könyvet, mert itt egy pszichopata fejében veszhetünk el, ami alapvetően egy elég ijesztő dolog, de közben pedig nagyon fontos is. Sándor Erik a főszereplőnk, aki egy szoftver nagyvállalatnál helyezkedik el, mint egy alkalmazott. Aztán szépen lassan ráérez arra, hogy hogyan tud úgy helyezkedni, úgy manipulálni, hogy ő legyen ennek a cégnek a vezetője. Kezdetben a munkatársaival pedig elhiteti azt, hogy ő nagyon megértő, hozzá lehet fordulni bármivel, tehát mindenkinek eladja úgy magát, hogy ő egy igazi empata, közben pedig alig várja, hogy hátba szúrja a másikat, és sarokba szorítja azt, kihasználja, zsarol, hazudik és csal, és aztán az énje természetesen tovább fejlődik, és még nagyobb vezetői pozícióra vágyik, és megalakít egy szektát, ahol ő lehet az úgymond próféta, a vezetőjük a különböző kiszolgáltatott embereknek, legfőképp nőknek, akiket aztán anyagilag, szexuálisan és lelkileg is természetesen kihasznál, és úgy irányítja őket, ahogyan csak akarja. Az író saját oldalán pedig találtam egy kis írást, hogy miért is írta meg ezt a könyvet. Az egyik, hogy bemutassam az emberi gonoszság legmélyebb bugyrait. Ezt ráadásul a lehető legközvetlenebb módon akartam csinálni, egyes szem első szemében. Mintha csak maga Sándor Erik beszélne. Kompromisszumok nélkül úgy, hogy se a gondolatok tartalmát, se a megfogalmazás módját egyáltalán semmiféle korlátozás vagy öncenzúra ne befolyásolja. Meg akartam mutatni a gátlástalan, kíméletlen szektavezér legbelső gondolatait. Azt, hogy maga a pszichopata mire gondol, mit érez a virág és az áldozatai iránt. A másik, hogy egészen konkrétan felvonultassam, részletesen elemezzem a rafinált manipuláció eszközeit. Meg akartam mutatni azokat a konkrét kommunikációs módszereket és trükköket is, amikkel egy szorongás és erkölcsi korlátok nélkül működő ember
maga alá gyűri a nála kiszolgáltatottabbakat. Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, én majd szeretném a jövőben ezt valamikor elolvasni. Rendkívül kíváncsi vagyok Fábián Janka Kolera napló című kis regényére. Sajnos én még semmit nem olvastam az írónőtől, édesanyám és testvérem viszont nagyon kedvelik őt. Hát talán majd ezzel az írásával én is megismerhetem, mert ez a főszöveg nagyon felkeltette az érdeklődésemet. 1831-ben, tehát több mint 190 évvel ezelőtt Magyarországon kolera járvány pusztított. A főszereplőnk a 17 éves Gruber Georgina, aki a budai várban él, édesapja cukrász műhelyt vezet, és az afölötti lakásukban próbálják átvészelni ezt a veszélyes helyzetet, és természetesen a karantént. És most így a Covid árnyékában levonhatjuk azt a következtetést, hogy mit sem változott azóta a járványhelyzet, illetve annak a kezelése és annak a háttere. Georgina naplójába írja le azt, hogy aznap hányan betegedtek, meg milyen álhírek terjednek, milyen sarlatánok vannak, és közben természetesen mindannyian aggódnak, kilátástalan a helyzet, de próbálnak megbirkózni a bezártsággal, és próbálják eltölteni az idejüket ebben a rendkívüli helyzetben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon aktuális írás, és természetesen jó visszamenni az időben. Én nagyon szeretem az ilyen történelmi regényeket, és még néhány adalékot szeretnék számotokra szolgáltatni. Miután felfedeztem ezt a könyvet, szeretem volna egy kis háttér információkat gyűjteni ezzel a bizonyos kolera járvánnyal kapcsolatosan, és hát még jobban kedvet kaptam Fábián Janka könyvéhez. A kolera, vagy ahogy akkor hívták, ragadványos epekorság, epemirigy, görcsmirigy, napkeleti hányszékelés. Bengáliából indult el 1817-ben, és 1830-ban érte el a Habsburg birodalmat. Minden valószínűség szerint az 1830-as lengyel felkelést leverő orosz katonaság, tatár és más közép-ázsiai egységei hurcolták be a kort Galíciába, onnan pedig a tiszai sószállítók hamar tovább vitték a folyó mentén az Alföldre. A járvány betört Magyarországra, és a kordon 1831. májusában történő visszaállítása már nem segített, inkább rontott a helyzeten, mivel az emberek és főleg az élelmiszerek szabad mozgását akadályozva erős ellenérzéseket szült, és végül is megágyazott a lázadásnak. 1831 nyarán a kolera az egész országra átterjedt, és 50%-os mortalitással pusztított. Mintegy 465 ezer megbetegedést számláltak, ebből 250 ezer halállal végződött. A hangadókat, rémhírkeltőket és rajtuk kívül még több mint 100 embert felakasztottak, további 4000 felkelőt börtönbe vetettek, és vagy súlyos testi fenyítésben részesítettek. A járványt azonban nem sikerült ilyen gyorsan és hatékonyan elfojtani. Az első 1831-es hullámot a század folyamán még 4 másik követte, és Kazinczy Ferenc 1831-ben 72 évesen hosszú és viszontagságos életének, sikeres és elismerés reméltó életművének a végére a pontot ez a bizonyos kolera járvány tette. Szeretném majd a közeljövőben elolvasni Priya Parmer Vanessa és Virginia című könyvét. Sajnos itt meg van sérülve a külső borító, úgyhogy le is veszem, mert egyébként a belső borító is olyan csodálatos. Virginia Woolfról van szó, pedig a nővére Vanessa, aki egyébként mindösszesen 2 évvel idősebb Virginiánál. 1895-ben elhuny az édesanyjuk, és mind a két lánynak hamar fel kell nőnie, ugyanis anya szerepet kell betölteniük, ugyanis van két öccsük, Tobi és Adrián. Édesapjuk 1904-ben meghal, és ekkor a négy testvér úgy dönt, hogy a Bloomsbury negyedbe költöznek, London egy nagyon híres negyede, és itt próbálnak meg szerencsét, mert Vanessa és Virginia is
a művészi pálya felé érdeklődik, Vanessa szeretne festőművész lenni, Virginia pedig ekkor már próbálkozik az írással. És hát megismerkednek ugyanilyen felfogású fiatalokkal, akik művészek, például Ian Forsterrel, vagy Lytton Strachey-vel, vagy John Keynes Maynard-dal, és természetesen Leonard Woolf-val is, aki Virginiának lesz a későbbi férje. És ez a könyv, ez gyakorlatilag Vanessának a naplója, az ő szemszögén keresztül mutatja be Virginiát, és azt, hogy Virginia mennyire ragaszkodik ő hozzá, és természetesen nagyon sok levelet is találhatunk benne, amit a Bloomsbury Társaság, mert így nevezték magukat, egymással váltottak. Most random kinyitottam a könyvet, és ezen az oldalon találhatunk egy levelet 1906. november 5-éről, és a táviratot pedig ilyen képformátumban ábrázolják. Nagyon tetszik. Ez például Clive Bellnek a levele. Clive Bell volt Vanessának a férje, és azt tudni kell, hogy ők 1908-ban házasodtak össze, és meg is született hamar a gyermekük Julian, igen ám, de Virginia próbálta elcsábítani a férfit, és hát sikerült is neki, ha nem is szexuálisan, de érzelmileg mindenképpen. Ugyanis Virginia egy olyan nő volt, aki nagyon szeretett birtokolni. És hát bizony ez a viszony folytatódott még azután is, hogy Vanessának és Clive-nak megszületett a második gyermeke Quentin. És ezt is természetesen Vanessa itt megosztja a naplójába. Egyébként tényleg ez, aki szereti az irodalmat, illetve a művészetet, annak ez a könyv egy igazi kincs lehet. Hászika most megint megtisztelt a jelenlétével. Valamelyikötök egyszer kérdezte, hogy ő soha nem szokott ide jönni, és egyébként tényleg ritkábban jön. Ő olyan tipikus pasi, aki csak nagyon ritkán vágyik arra, hogy simogassam, de akkor viszont nagyon-nagyon. Ugye, Hessen? Ugye? Jó lenne végre sort keríteni a magyar kortárs irodalom egyik kiemelkedő alakjára, Závoda párra. És az ő naplóregénye pedig nem más, mint a Jadviga párnája, ami szintén egy kiemelkedő alkotásnak számít az utóbbi néhány évből. Ez a könyv egyszerre szerelem, család és falu történet. A fő mozgatórugója természetesen a szereplők közötti interakció, a közöttük lévő kapcsolat, feszültségek és a problémákra keresendő válaszok, és átélhető szenvedélyes sorsok, szerelmek, féltékenység, barátság, árulás, és hát természetesen ott van mögötte a magyar történelmi háttér. Ennek a regénynek a különlegessége az, hogy hármas tagozódású napló formátumban íródott. A napló eredeti szerzője az 1892-ben született, és 1937-ben meghalt Osztatni András, azaz Ondris, a család második nemzedékének a feje. Ő írja le gyakorlatilag a történéseket, és ezt egészíti ki Palkovics Mária Jadvigának, az ő feleségének, aki félig magyar, félig szlovák származású, írásai a naplót, és a harmadik, aki széljegyzetelte, az a család harmadik nemzedékének a gyermeke, aki gyarlónak lehet tartani, ő Misó vagy Misó. És ezt írták egyébként még a regényről, hogy a Jadvigában nem a regényíró beszél, hanem teremtményei, eleven emberi lények, akik a születés és a halál végpontjai között földet művelnek, ebédet esznek, pálinkát és bort isznak, szeretkeznek, házasodnak és szétválnak, sőt, a szöveg tanúsága szerint naplót írni is képesek. Még fontosabb, e hármas szövegtagozódás lehetőséget biztosít, hogy ugyanazt a történetet különféle nézőpontokból lehessen ábrázolni,
és olvasni, és én pontosan emiatt vagyok nagyon-nagyon kíváncsi erre a regényre, mert szerintem különleges. Az utolsó regény, amelyet most beválasztottam ide a napló regények közé, az Tanizaki Junichiro A Kulcs című kis regénye, amely 1956-ban jelent meg, és hatalmas nagy port kavart Japánban. Egyébként a szerző a modern japán irodalom legnagyobb alakja, és ezt egy nagyon fontos regényének tartják most már. Ez egy erotikus regény, amelyben a férj és a feleség napló bejegyzései kerülnek terítékre, és lesznek számunkra nem titkosak. Kiderül számunkra, hogy a férfinek furcsa szexuális vágyai vannak, és úgy érzi, hogy a 10 évvel fiatalabb feleségét már nem tudja kielégíteni. Egyébként a 50-es és 40-es éveiben járó házaspárról van szó. A feleség pedig azt írja le, hogy ő érzi úgy, hogy nem tudja azokat a szexuális vágyakat teljesíteni, amire a férje vágyik, mert ő csak az egyszerű, hagyományos szeretkezést preferálja. Aztán szépen az is kiderül számunkra, hogy van egy lányuk, akinek a regényben egy nagyon fontos szerepe lesz, és neki udvarol egy fiatalember, aki végül is elkezd vonzódni az anyukához. Úgyhogy ez a történet, ez rendkívüli módon izgalmas szerintem, és valószínűleg nagyon szókimondó is. És itt azt olvastam róla, hogy meglepetéseket is tartalmaz a könyv, és hát határozottan erotikus regényről van szó, amely más regénynél részletesebben foglalkozik az időskori szexualitással, illetve az idősebb és fiatalabb vonzódással, tehát hogy az idősebb vagy a fiatalabb vonzódik az idősebbhez, vagy fordítva, illetve a házasságtörés kérdéseivel is. Ez egy nagyon okos regény, amely egyszerre felkavaró, ugyanakkor egy nagyon jó pszichológiai betekintést nyújt a férfi-női kapcsolatokba. Engem meglep magának abszolút. Ezt a videót még a jövő hétvégén folytatni fogom további könyvekkel, de ettől függetlenül kérek, írjátok meg nekem, hogy ti mit gondoltok a napló regényekről, illetve van-e olyan, amit olvastatok és szerettetek, vagy csalódtatok benne. Mindig nagyon szeretem olvasni a ti kommentjeiteket, úgyhogy kérlek, ne maradjatok csendben. Hamarosan újra találkozunk, sikerült az Európa Könyvkiadónál leadnom egy jó kis rendelést, amelyre Éva hívta fel a figyelmemet, úgyhogy majd azokat a hét folyamán mindenképpen szeretném megmutatni nektek. Addig pedig vigyázzatok magatokra, és olvassatok sokat. Sziasztok!